életemben még eszembe jut. Tisztán látom, olykor mégis a szomszéd nagyfiú. Szombat este jött, hívás után. S félrehúzom, ma egy baladán. Nem gondoltam, hogy életemben még eszembe jut. Mégis hallom borcsusogva a szomszéd nagyfiú. Azt csusogja, Orvin köziek. S félre néz a lakó közül, melyik hallja meg. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves megemlékezők! Valószínűleg soha nem fogjuk már megszokni azt, hogy ilyenkor ősszel vesztes csatákra, eltiport forradalmainkra kell emlékeznünk. Ilyenkor mindig elmondjuk azt, hogy nem volt hiába való az áldozat. 1849. október 6-a nélkül nem lett volna 1956. október 23-a sem, és 1956 nélkül nem lett volna 1989, vagyis a békés rendszerváltozás sem. Az őszi hónapokban jelen van a szomorkás hangulat. A lombhullás, a hűvös szél és a rövidülő nappalok árnya, és nekünk, magyaroknak meg az a szomorú tény, hogy milyen szörnyű nemzeti tragédiákra emlékezünk ezekben a hetekben. Az idei ősz megemlékezéseinek egyik vezérgondolata az, hogy a történelem ismétli önmagát, illetve, hogy aki nem tanul a múltból, az arra ítéltetik, hogy újra átélje azt. Pedig mi, magyarok, az elmúlt évszázadokban nagyon is jól megtanultuk a leckét. Talán ennek is köszönhető, hogy minden csapás, háború, megszállás, elnyomás ellenére ma is itt vagyunk. Itt, Európa szívében, ahol az ezer éves magyar állam áll. Nem sok ország hozott olyan sok áldozatot a puszta fennmaradásért, mint mi magyarok. De megkockáztatom, hogy Európa fennmaradásáért sem. Mintha egész történelmünk arról szólna, újra és újra, hogy hiába figyelmeztetünk, mire mások rájönnek, hogy igazunk van, mire meghalanak minket, már késő. És ennek valahogy mindig mi, magyarok fizettük meg az árát. A tatárjárás előtt IV. Béla hiába kérte II. Friess császár segítségét. A mongol seregek végigdulták Magyarországot, és csak az erősségekben ostromlott harcosok és a nép együttes ellenállása miatt voltak kénytlenek végül visszavonulni, igaz, végül kis hián elpusztult az ország. 1456-ban az európai országok rövidtávú államérdekei fontosabbnak bizonyultak minden veszélynél, ezért egyetlen katonát sem küldtek a magyarok megsegítésére a nyugati uralkodók. Az Európát meghódítom akaró oszpán birodalomnak a nándorfehérvári diadal parancsolt megállt. A 10-szeres túlerőt legyőző magyar seregek legalább 70 évre megállították a törökök európai terjeszkedését. 1848 a népek tavaszát hozta el Európának, de mi magyarok voltunk azok, akik legtovább kitartottunk. Ha meghatározó nyugati államok nem a saját, rövidtávú állam érdekeiket nézik, akkor jó pár évtizedet és még több emberi életet megspórolhattunk volna, nem beszélve a fejlődésről, amely sokkal gyorsabb lehetett volna. 1956-ban, mintha megismétlődött volna, amit eddig átéltünk. A világ talán legtisztább forradalma, a magyarok büszke és hősies helytállása, majd az azt követő könyörtelen megtorlás egy olyan bizonyítékot szolgáltatott a nyugati világ számára, amelyet már nem lehetett máshogy magyarázni. Egyszer s mindenkorra nyilvánvalóvá vált, hogy a kommunista ideológia és a szocialista rendszer csak hangzatos szólam. Valójában állami terrort, kíméletlen elnyomást, kegyetlen diktatúrát jelentett. A magyarok hiába figyelmeztettek, végül újra a saját vérükkel írtak bele a világ történelem könyvébe. Azt írták, ezekkel a baloldali eszmékkel nem lehet együtt élni, nem lehet kiegyezni, csak harcolni lehet ellenük. A világ és benne Európa nyugati államai azonban tétlenül nézték a vérengzést és a rémuralmat. A magyarok áldozat pedig hozzájárult ahhoz, hogy Európa hosszú évtizedeken át békében élhessen és fejlődjön.
Az utolsó leheletünkig harcoltunk a szabadságért, ám azt végül nem mi nyertük el. De mi adtuk meg Európának. A vértanúk népe, a magyarok pedig újra maguk erejéből építkezve a szenvedés, az elnyomás és a csendes ellenállás hosszú évtizedeiből, az elődök áldozatából, a szabadságba és a jövőbe vetett hitükbe kapaszkodva békésen döntötték meg a szocialista rendszert. Ma már jól tudjuk azt, ami akkor még elképzelhetetlennek tűnt, egy maroknyi nép semmivel sem törődő elszántsága egy egész világrendszert ingatott meg. Albert Camus azt írta 1956-ról. Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésbe, a nyugati világ szemeláttára, amely nem takarokoskodnék sem tapssal, sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné házi papucsát, mint a futballszurkolók a vasárnapi kupamérkőzés után. Túl sok a halott már a stadionban, és az ember csak saját vérével gavalléroskodhat. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullani, és ez a vérfolyam most már olvad az emlékezetben. Tisztelt ünneplők! 1956-ban és az azt követő sötét évtizedekben a mi szüleink és nagyszüleink méltósággal és töretlen hittel küzdöttek a mi jövőnkért. Mi vagyunk az ő küzdelmük és méltóságuk örökösei. Azért vagyunk együtt minden évben ezen a napon, hogy rájuk emlékezze, merítsünk erőt a magunk küzdelmeihez. Magyarország szabadságát és függetlenségét ők vívták ki, ezért nekünk már nem kell harcolnunk, de meg kell védenünk, és ehhez elődeinktől tudunk erőt gyűjteni. Sokáig reménykedtünk abban, hogy a 21. század majd meghozza azt, amit a 20. század megtagadott tőlünk. Sajnos elég csak kinyitni az újságot ahhoz, hogy láthassuk, ez nem így lesz. A történelem újra ismétli önmagát. Magyarország hiába figyelmeztetett már hónapokkal ezelőtt, hogy nagy baj lesz a migránsokkal, hogy meg kell állítani a gazdasági bevándorlókat. Európa nem akart meghallani minket, és megint csak később jött rá, hogy igazunk van. De az a baj, hogy még most is hiába figyelmeztetünk, hogy le kell zárni a kontinens külső határait, egy nem szabad kvótarendszerben sem beengedni a jobb életet bármi áron megszerezni akaró 10 és 100 000-eket, milliókat. A más kulturális hátterű, más értékrendben hívő emberek tömegei örökre megváltoztathatják Európa képét, ha nem állítjuk meg időben ezt a folyamatot. A veszély közelebbi és fenyegetőbb, mint gondolnánk. Az értékeink, a kultúránk, a hitünk, a gyerekeink elképzelt jövője kerül veszélybe. Európa vezető hatalmai tehetetlenül nézik, hogy mi történik. Mi pedig hiába védtük meg a saját határainkat, most a nyugatról érkező bevándorlástól, a kötelező befogadó kvótáktól kell megvédenünk a nemzetet. Újra történelmi időket élünk. 1456-ban, majd éppen 500 évvel később, 1956-ban a keresztény nyugati civilizáció mártiromságot is vállaló védelmezőjévé vált Magyarország. Még 60 év sem telt el azóta. Európa pedig nem tanult a múltból, ezért mi nem tehetünk mást, mint harcolunk azért, hogy a gyerekeinknek ne kelljen majd valódi háborút megvívniuk. Ijesztően hangzik, de biztosan ismerik a mondást, aki nem fél semmitől, az nem szeret semmit. Mi pedig szeretjük a családunkat, az országunkat, a hazánkat. Ebből a szeretetből merítünk erőt és bátorságot a küzdelmeinkhez. Ebből a szeretetből és egymásból. Magyarország az elmúlt néhány évben példát mutatott összefogásból. Most sincs más dolgunk, mint összekapaszkodni. Ha kívülről támadnak minket, össze kell zárnunk. Olyan erős és összetartó közösségeket kell építenünk, amelyek meg tudják védeni a számunkra fontos értékeket. A kultúránkat, a hagyományainkat, azt a sokszínűséget, amelyek kőbányát oly páratlanná teszik. Számíthatnak rám, számíthatnak ebben a kerület vezetésére.
szokás rendjében fogja a Kőbányai önkormányzat, a politikai szervezetek, civil szervezetek és egyesületek elhelyezni itt a Kopjafánál. Yeah.